Egyszerű ügyintézés, mobil kormányablakbusz segíti az ügyfeleket ezentúl Szabolcs megyében is. Jéger már az első évében is kimutatható eredményei lesznek a jégkármérséklőrendszer működésének. Nyáron is kevés a D-vitamin. A magyarok felemény nyáron is D-vitamin hiányban szenved a kutatások szerint. Már Szabolcs megyében is igénybe vehető a mobil kormányablak busz szolgáltatás. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket. A mobil kormányablak buszt többek között önkormányzatok, cégek vagy akár idős otthonok is igényelhetik, de különböző rendezvényeken is használják majd. A buszon dolgozó ügyintézők a kormányablakokban elintézhető több mint 1500 ügy mindegyikében tudnak segíteni az ügyfeleknek. Új személyi igazolványt készít Tuzson Bence államtitkár Bernát Anikónak a mobil kormányablak buszban. Ez egy a közül a több mint 1500 ügy közül, amelyet a kormányhivatalokban és az ehhez hasonló buszokban is elintézhetnek az ügyfelek. Az elmúlt időszakban számtalan hír jelent meg a médiában, amelyek mindig valamilyen beruházásról szóltak. Sok esetben ez a megyei kormányhivatalhoz köthető, közölte Román István kormány megbízott. A bürokrácia csökkentés érdekében a kormány még 2010-ben döntött úgy, hogy átalakítja a közigazgatást egy modernebb és gyorsabb rendszerré. Ennek köszönhetően 2011 óta már 294 kormányablakot adtak át országszerte, ahol már több mint 1500 ügyet intézhetnek az állampolgárok. Tavaly évben munkatársaink a megye 23 kormányablakában 802.255 ügyet intéztek, a mai év első fél évében pedig már 479.459-nél tartanak kereken. Ezzel csak azt szerettem volna önöknek, mindenkinek mutatni, jelezni, hogy szükség van azokra a feladatokra, amiket ellátunk, és bizony az állampolgárok is azáltal, hogy könnyebben és egyszerűbben megtalálnak bennünket, talán ők maguk is könnyebben veszik arra a fáradtságot, hogy egy-egy olyan ügyet, ami régebb volt esetleg megoldatlan, vagy amit szükséges megoldaniuk, azt megtegyék. A 21. század két ismérve a gyorsaság és a mobilitás. Ezt jelképezi a kedden átadott mobil kormányablak busz is. Ez már a 7. jármű, amelyet átadtak az országban. Ennek célja, hogy az ország minden pontján ugyanolyan minőségű legyen a szolgáltatás. A busz olyan településekre látogat majd, ahol nem működik kormányablak. Ezt a mobil szolgáltatást igénybe vehetik önkormányzatok, cégek vagy akár idős otthonok is, de különböző rendezvényeken is ott lesz a kormányablak mozgó ügyfélszolgálata. Tuzson Bence Nyíregyházán azt is kiemelte, az állampolgároknak most 2200 ügycsoportban kell ügyeket intézniük. A kormány a következő időszakban azon fog dolgozni, hogy az elintézendő ügyek számát is csökkentse. Ez egyrészt abból a szempontból is fontos, hogyha a legjobb ügyintézés mindig az az ügyintézés, amit nem kell elintézni, tehát a magyar emberek szempontjából alapvető jelentősége van, de jelentősége van a vállalkozások szempontjából is, hiszen az ország versenyképességét, az, hogy a gazdaságilag erősödjön, sokban elősegíti az, hogyha kevés az ügyintézés. Hogyha valaki egy vállalkozást akar indítani, mennyi papírmunkát kell elvégeznie. És a másik oldalról, aki az asztal másik oldalán ül, annak mennyi papírmunkát kell végeznie, nem mindig az a jó, nem mindig az a jó ügyszámcsökkentés, vagy pedig bürokrácia csökkentés, ami a másik oldalon viszont növeli az adminisztrációt. Ezt is át kell majd tekintenünk a következő időszakban. A jó ügyintézés az, amelyik flottul, gyorsan és minden szereplő számára csökkenti a munkaterhet. A mobil kormányablakbusz átadásán az is elhangzott, a következő évek feladata a digitális ügyintézésre való áttérés annak érdekében, hogy valóban 21. századi körülmények között intézhessék ügyeiket az állampolgárok. Már az első évében is kimutatható eredményei lesznek a jégkármérséklőrendszer működésének, mondta el híradónak a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezetének elnöke. Rácz Imre kiemelte, azokban a megyékben, ahol már több éve használják a Jéger rendszert, ott akár 83%-kal is mérséklődhetett a jégkár. A megyében összesen 70 talajgenerátor állt szolgálatba május 1-ével. Még március végén tették le Balkányban a jégkár elhárító rendszer regionális központjának az alapkövét. Innen 6 megye 275 talajgenerátorát felügyelik, ebből a megyében összesen 70-et. A Jéger névre keresztelt rendszernek május 1-én kellett szolgálatba állnia.
Sok telefonhívást kapok azért, hogy egyrészt azt értékeli mindenki, hogy arányaiban kevesebb jégkár képződött, illetve ahol volt is jég, ugyanis azért beszélünk jégkár mérséklőről, hogy senki nem gondolta, hogy most már akkor tudja, hogy nem lesz, mert ami jég megképződött, és az a cella úgy érkezik mondjuk a város felé, és az már jég megvan kiképződött, az le fog esni. A több uniós országban már jól működő talajgenerátoros megoldás során ezüstjodidot párologtatnak a levegőbe, ezzel több, de kisebb jégszem keletkezik, amelyek lassabban esnek lefelé, az olvadás nyomán pedig jelentősen csökken a méretük. Az országos rendszer kiépítése 1,8 milliárd forintba került, viszont évente közel 50 milliárd forint kár előzhető meg a segítségével. Ennek már a működés első évében lesznek kimutatható eredményei. Úgy gondolom, hogy már kimutatható lesz bár ilyen év, mint az idén, hogy szinte nap nem telik el riasztás nélkül, mindig van valahol az országban veszély, és még ebben az évben is én úgy gondolom, hogy a kárnak a mértéke kimutathatóan kevesebb lesz, mint más évekhez összehasonlítva. Ez a Torna, Baranya és Somogy megyében, ahol több évtizeden működik, ez körülbelül 83%-kal kevesebb volt azokban a megyékben a jégkár, mint a hozzá hasonló környező település vagy megyében. Jelenleg mintegy 843 talajgenerátor működik az ország 4 régiójában, de a jégkármérséklő rendszert a határon túli szomszédos megyékben is szeretnék kiépíteni, már tárgyalások zajlanak Romániával és Ukrajnával a bővítésről. Ezáltal a határmenti települések védelme is fokozódna. Mintegy 108 ezeren jelentkeztek valamelyik felsőoktatási intézménybe idén, mondta Stéger Csilla, az oktatási hivatal felsőoktatási elnök helyettese az M1 reggeli műsorában. A felsőoktatási intézmények ponthatárait szerdán teszik közzé, amelyet a felvételizők a felvi.hu internetes oldalon követhetnek nyomon. Azok a felvételizők, akik jelentkezéskor megadták a mobiltelefon számukat, még 25-én este SMS értesítést is kapnak az eredményekről. A besorolási döntés, amely tartalmazza, hogy mely képzésen kezdheti meg a tanulmányait a felvételiző szeptemberben. Legkésőbb augusztus 5-től az e-felvételi hivatalos iratok menüpontjában lesz elérhető, amelyről minden jelentkező e-mailben is értesítést kap. Az oktatási hivatal adatai alapján a legnépszerűbb szak a gazdálkodás és menedzsment, de nagy az érdeklődés az informatikai, az ápolói és a pedagógus képzés iránt is. A magyarok fele még nyáron is D-vitamin hiányban szenved a kutatások szerint. Ennek egyik oka, hogy a hőség elől menekülve több időt töltünk irodában vagy otthoni környezetben, illetve sokan a káros sugaraktól való félelmükben magas faktorszámú naptejeket használnak, amelyek alig vagy szinte egyáltalán nem engedik át a D3 vitamin képzéséhez szükséges napsugarakat. Az orvosok azt mondják, a megfelelő D-vitamin háztartással számos, akár halálos betegség is elkerülhető lenne. A D-vitamin pótlásához önmagában már az is elég lenne, ha májustól szeptemberig pólóban és rövid nadrágban járnánk sétálni vagy bevásárolni, állítják a kutatók. A szakértők szerint nyáron mindössze 1/4 óra eltöltése a napon elég lenne a D-vitamin háztartásunk fenntartásához. De nem töltünk. Gyakorlatilag mindenki, vagy az emberek többsége mondjuk egy zárt területen, irodában, meg az otthoni környezetben is nagyon sokat töltünk, vagy keveset töltünk szabadban, inkább így fogalmaznék. És ebből fakadóan még akár nyáron is előfordulhat, különösen mondjuk egy ilyen csontirkulásra hajlamos idősebb betegnél, hogy van egy relatív D-vitamin hiány. Éppen ezért nyáron is javasolt a D-vitamin pótlása, hiszen ezzel nem csak a csontritkulás előzhető meg. Daganatos megbetegedésnek a megelőzésében, az immunrendszer helyes működésében, szív- és érrendszeri rizikónak a csökkentésében azt mondják a kutatások, hogyha megfelelő lenne a D-vitamin bevitel, akkor gyakorlatilag a csont szomjaktörések és a daganatoknak a 25%-át meg tudnánk akadályozni, és a szív- és érrendszer eredetű halálozásoknak is a 10%-áért felelős lehet az, hogy nem megfelel a D-vitamin bevitel. A táplálkozással is segíthetjük a D-vitamin bevitelt. A halmájolajok, a máj, a tojás, a tej és a tejtermékek, a margarinok jó források lehetnek. Azonban pusztán az élelmiszerekből szinte lehetetlen felvenni a megfelelő D-vitamin mennyiséget, így ha valaki nem tölt elég időt a napon, akkor annak mindenképpen javasolt nyáron is valamilyen gyógykészítmény használata.
Az autóvásárlóknak akár milliós károkat is okozhatnak, a közlekedés biztonságra pedig súlyos veszélyt jelenthetnek a kilométerórákat visszatekerő autókereskedők. Éppen ezért az Európai Parlament mielőbbi szigorú fellépés sürget az ügyben. A képviselők azt indítványozták, hogy az Európai Bizottság egy éven belül nyújtson be javaslatot a csalások visszaszorítására. Egyes tagállamokban az import használt autók mintegy felénél csalnak a kilométeróra állásával a kereskedők, míg nálunk az értékesített használt autók 40-45%-ánál van a valós futás teljesítménytől kevesebb kilométer a kocsikban. A Magyar Gépjárműkereskedők Országos Egyesületének alelnöke szerint ezzel jelentős anyagi károkat okoznak a vásárlóknak. A magyar autóknak körülbelül, de ez természetesen csak becslés, kb. 40-45% korábbi adat, ez persze, annyinek a órája lehet problémás. A külföldi autóknál is nyilván ez előfordul, és azért azt kell mondjam, nem csak magyar sajátosság az óra visszatekerés, ez azért sok külföldi országban, nyugat-európai, de kelet-európai országban is előfordul. Nyilván ez a gépkocsi értékét azért jelentősen befolyásolja, tehát ha egy gépkocsiról kiderül, hogy mondjuk 200 kilométer van benne, az legalább egy 10-20, akár több, akár 30%-kal is kevesebbet érhet. A vásárlási ár mellett a kimaradt szervizelések hiányával is károkat okoznak a csalókereskedők az autók új tulajdonosainak. Az Európai Parlament álláspontja szerint mintegy 6-9 milliárd eurót lehetne megtakarítani azzal, ha uniós szinten szabályoznák a számláló manipulálását, és bűncselekménnyé nyilvánítanák azt. Gulyás József azt mondta, fontos lenne a kilométerórák állását rögzítő, már működő rendszerek egységesítése is. Magyarországon 2012. január 1-e óta működik egy rendszer, ami a műszaki vizsgaadatokat, illetve a tulajdonos változás adatait rögzíti, és ez kötelezően belekerül egy internetes rendszerbe. Ez viszont könnyen elérhető akár okostelefonon is, vagy e-mailen is. A nyugat-európai országokban, illetve az unió tagországaiban mindenhol működnek ilyen rendszerek, de nincsenek egységesítve. Tehát egy magyar vásárló nem tudja megnézni azt, legalábbis nagyon nehézkes, mondjuk egy spanyol autónak, vagy akár egy dán autónak, hogy alakult a szervizelése, hogy alakult a kilométerórárása az élettörténetében. Ebből kifolyólag van egy kezdeményezés most, ez egy másfél napos hír, hogy az Unióban kezdeményezik a tagállamok gépjármű nyilvántartásának egységesítését. Ez lenne a hosszú távú megoldás, vagy a tartós megoldás arra, hogy az Unióban a különböző használt autók élettörténetét nyomon lehessen követni. Deli Andor fideszes LP képviselő az Európai Parlamentben korábban azt mondta, a helyzet a nyugat-európai átlaghoz képest még lesújtóbb a 2004 után csatlakozott tagállamok esetében. Hozzátette, nem hagyhatjuk, hogy a térségünk a nyugaton leselejtezett és hamis számokat mutató gépjárművek lerakatává váljon. Jó bőr vagy címmel rendkívüli családi programot kínál a Kálai Gyűjtemény. A különleges eseményen minden a bőrről szól majd. Szakmai előadások és látványos bemutatók kézműves foglalkozások keretein belül. A rendezvény július 28-án szombaton 10 óra 30 perckor kezdődik és késő délutánig tart. A múzeumok éjszakáján lovas baleset miatt elmaradt bőrműves kiállítás és foglalkozás pótlása iklette a Kálai Gyűjtemény legújabb, kicsit sem hagyományos programját. A családi rendezvényi bővített kézműves foglalkozás központjában a bőr áll. E köré szervezték a lehető legszínesebb programkínálatot. A különleges nap egy előadással kezdődik, amely az állati eredetű anyagok felhasználásáról szól a régészeti korokban, majd interaktív bábelőadás szórakoztatja a kicsiket. Lesz szó a felelős állattartásról, tetováló művész tart bemutatót és kozmetikusat tanácsokat a bőr egészségének megóvásához. Farkas, sas és sólyom bemutató színesíti a programokat, de egész nap lesz henna festés és dekázó verseny is. Kosta Zoltán vezetésével kézműves foglalkozás keretében bárki készíthet magának táskát valódi bőrből, amelyet utána haza is vihet. Mi próbálunk a meglévő gyűjteményi anyag bemutatása mellett más színes programokat is nyújtani a város lakóinak. Többek között ez a kiállítás, illetve ez a családi rendezvényünk közé tartozik, de emellett már a jövőt is tervezzük, hiszen erről is szólhatok egy pár mondatot.
Perpontban Illosvai Gusztáv anyagával kapcsolatosan szeretnénk egy rajzfilmtörténeti kiállítást, hisz ő zenével, rajzfilm zenével is foglalkozott többek között, tehát ez az egyik kiállításunk, ami augusztus végén fog megvalósulni, és még az első világháború zárását követő 100 éves évforduló alkalmából pedig Kála Iván anyagából szeretnénk egy szép kiállítással tisztelegni ennek az eseménynek. A Jó bőr vagy nevet viselő program július 28-án szombaton 10 óra 30 perckor kezdődik a Kálai gyűjteményben, ahol kora délutánig várják az érdeklődőket. Címvédéssel zárult a Sóstó Gyógyfürdők Nyíregyházi Sportcentrum strandfocitorna. A döntőben a Real Tate Kft. 2-0-ra múlta felül a Bohemians FC-t, így elhódította a Fátum Properti kupát. A négynapos tornára idén közel 6000-en látogattak ki. Az ország legnagyobb és legnívósabb strandfoci tornájává nőtte ki magát a Sóstó Gyógyfürdők Nyíregyházi Sportcentrum strandfocitorna. A Fátum Properti kupáért zajló négynapos küzdelemre idén 4 megye 17 településéről 40 férfi és 4 női együttes érkezett. Óriási javulás mutatkozik évről évre az ide érkező csapatok játékába. Hát nagyon nagy közönség sikert arattak, hiszen körülbelül egy olyan 4-5 ezer ember látta a 4 nap alatt ezeket a mérkőzéseket. Volt olyan, hogy többen voltak, mint egy komolyabb NB2-es mérkőzésen, hiszen nem lehetett a pálya szélén megállni, annyi sokan jöttek le. A jó idő is közre játszott ebbe, de viszont odavarázsolták a nézőket, és ott ragasztották a pálya szélén. A kitűnő mérkőzések, az ollózások, a hatalmas kapus bravúrok. A torna nem csak a sport szempontjából jelentős, hanem a város turizmusát is erősíti. Megkaptuk a biztatást dr. Podrovics Roland vezérigazgató úrtól, a Sóstó Gyógyfürdő ZRT részéről, hogy igenis lesz 8. strandfoci fesztivál is, hiszen nagy közönséget varázsol ez ide, hiszen részünkről legalább 6000 embert hoztunk be itt a 4 nap alatt. Maguk a játékosok is, és a velük érkező szurkolók, és hát ugye több csapat itt töltötte a szabadságát is, már egy héttel ezelőtt megérkeztek a tornára, sőt vannak olyanok, akik még maradnak is. A tornán a nőknél a Nyírségen ezt végzett az élen. A férfiaknál a döntőben 2 korábbi győztes csapott össze, a Bohemians FC és a Real Tate Kft. Mérkőzésén, és végül címvédés történt, hiszen a Real Tate 2-0 sikerével idén is elhódította a Fátum Properti kupát. Most pedig híradónk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer röviden. A mobil kormányablak busz azoknak az ügyfeleknek jelent megoldást, akiknek a távolság akadályozza az ügyintézést. Ezentúl már Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is elérhető a szolgáltatás, amelyet akár önkormányzatok, cégek és idős otthonok is igénybe vehetnek. Az akadálymentesített jármű kamerával és új lenyomatolvasóval egyaránt felszerelt. Már az első évében is kimutatható eredményei lesznek a jégkármérséklőrendszer működésének, mondta el híradónknak a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezetének elnöke. Rácz Imre kiemelte, azokban a megyékben, ahol már több éve használják a jéger rendszert, ott akár 83%-kal is mérséklődhetett a jégkár, a megyében összesen 70 talajgenerátor állt szolgálatba május 1-jével. Egyes kutatások szerint a magyarok fele még nyáron is D-vitamin hiányban szenved. Ennek egyik oka, hogy a hőség elől menekülve több időt töltünk irodában vagy otthoni környezetben, illetve sokan a káros sugaraktól való félelmükben magas faktorszámú naptejeket használnak, amelyek alig vagy szinte egyáltalán nem engedik át a D3 vitamin képzéséhez szükséges napsugarakat. Az orvosok azt mondják, a megfelelő D-vitamin háztartással számos, akár halálos betegség is elkerülhető lenne. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták július 24-én kedden. Friss hírekkel legközelebb holnap este. Várjuk majd önöket. Tudósításainkat addig is elérik internetes oldalunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Szép estét. Viszontlátásra. Holnap napos időre számíthatunk.
A Kárpát-medence egy keletre lévő anticiklon és egy nyugatra található ciklon közös áramlási rendszerében helyezkedik el. Így nyugaton szárazabb, ami keleten nedvesebb légtömegek találhatók. Az előttünk álló éjszaka erőteljes gomoly felhőképződés várható, majd késő estétől kiderül az ég. A késő esti órákig néhol kisebb zápor, helyenként zivatar is kialakulhat. Az északi szél megélénkül, időnként megerősödik, zivatarok környezetében átmenetileg viharossá fokozódik. Reggelre általában 17 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben a kevés gomoly felhő mellett sok napsütés várható. Elsősorban a délutáni órákban szorványosan zápor előfordulhat, helyenként akár zivatar is kialakulhat. Az északi szél megélénkül, helyenként megerősödik, zivatarok környezetében átmenetileg viharossá fokozódik. Délutánra 30 fokig emelkedik a hőmérséklet, fronthatás nincsen térségünkben. A folytatásban marad a változékony idő, a sok napsütés mellett elsősorban a délutáni óráktól erőteljes gomoly felhőképződés várható. Csütörtökön még csak szorványosan, majd ezt követően többfelé, illetve több alkalommal várható zápor, zivatar. A hőmérséklet kevéssel meghaladja majd a sok évi átlagot.